a mai videóban arról lesz szó, hogy mit beszélnek a kutyák sétaközben vajon, úgyhogy most be fogjuk mutatni Bennyvel a barátommal, hogy ha elmegyünk sétálni, akkor mi miről szoktunk beszélgetni. Most megosszuk veletek ezt a titkot, szerintem ez eléggé izgalmas lesz. Itt képzeljétek el, hogy nem akartam felvenni a hámot. Hát a gazdi egy kicsit mérges volt, hogy Merlin hám nélkül nem tud sétálni. Ó, és képzeljétek el, hogy most avatom be először az új kis táskámat, amit teliraktam műtalom falattal, és a barátomnak megmutatom, gyorsan indulunk. Szia, Benny! Mizu, autóval megyünk? Mutassuk meg, hogy miről szoktunk beszélgetni. Egyébként egy kedvenc helyünkre fogunk elmenni sétálni, elég sokszor járunk oda. Lehet, hogy aki helyi, az meg fogja ismerni a helyet. Na de mutatjuk, hogy merre is mit van. Akarsz, Merlin? Te nem is szoktad figyelni az utat. Ahogy beülsz az autóba, egyből el szoktál álmosodni. Az egy dolog, hogy most én is ásítottam, de én mindig figyelem az utat. Úgy is tudod jól, hogy amikor nyaralni megyünk, én egészen a nyaralásig szoktam figyelni. Jó, na, most mit buktatsz le? Most kivételesen nem alszok útközben, pedig... Hát tényleg szoktam aludni, eléggé elnyom. Meg is érkeztünk, és képzeljétek el, hogy annyira izgatott vagyok, hogy a gazdi nem tudja kicsatolni a pórászt, és becsatolni a sétálós pórászt, mert itt teljesen megőrültem. Aztán úgy gondoltam, hogy átszállok ide, és itt már kiszálltunk, és természetesen egyből pörögtem, és beindultam a fűbe. Gyere, Benny, pisíjük le ezt a követ, én az egyik oldalát, te a másikat, és akkor mindkettőnk illata rajta lesz, ha jön egy kutya, akkor azt észre fogja venni. Te is annyira sietsz, mint én? Mert én még nagyon-nagyon sietek, ilyenkor a séta elején mindig nagyon szoktunk pörögni, képzeljétek el. Itt találtam egy jó kis szagot, szerintem itt járt egy kutya előttem, úgyhogy gyors lepisítem, mert az enyém meg kell felül lenni. Itt a barátom is talált valamit, úgy nézem. Hú, ezt gyorsan megjelölte, nekem is meg kell. Várjál, Benny, jövök. Jövök én nekem is, hadd nézem meg mi. Ez egy nagy kutya volt, itt járt egy nagy kutya, képzeljétek el. Várjál már meg, Benny, nem mindig te neked kell elől menni. Tudom, hogy te vagy a főnök, ilyenkor már te akarsz az lenni. Hú, de jól lepisíted azt az oszlopot. Nekem majd a következő jut, hát ezt mégsem, mert az egyik kutya se jelölte meg. Ezt is. Jó van, tudom, hogy az egész videó a pisiről szó. De hát, ilyenek ezek a Merlin vlogok, nem? Mert először, ameddig van, tudjátok, addig el kell használni. Gyere, Merlin, nézzük meg itt ezt az oldalt, mit szólsz hozzá? Itt hát, hogyha járt előttünk valami nagy kutya, hol vagy? Most nem jössz, akkor érted, ameddig megyek? Ameddig a barátom szagogat, addig gondoltam, megmutatom nektek egy kicsit a táját, hogy ilyen szép helyen szoktunk sétálni. Ez egy ilyen szép erdős rész, és itt rengeteg túraútvonal van, és muszáj hozni a gazdinak jutalomfalatot, vagyis most már nem a gazdi szokta cipálni, hanem én. Aztán fölraktak minket erre a padra, hogy készítsenek rólunk néhány jó képet, de persze a barátom nem akart megmaradni, és amikor a barátom megállt egy helybe, akkor én nem akartam ott maradni, és itt rápöcköltek a fejemre, hogy Merlin, ésszel legyél. Aztán azt mondtam nekik, hogy hát már rég elfogyott az eszem úgy, hogy menjünk inkább tovább sétálni. Nézzétek meg, hogy lefog a táskám. Nagyon menő. Merlin, gyere gyorsan, itt találtam egy érdekeset. Szerintem itt volt valamilyen állat előttünk. Szerintem itt egy vaddisznó járhatott. Ezt szagold meg, ezt érdemes megnézni. Ez nagyon izgalmas szag, de az is lehet, hogy egy őz volt. Gyorsan felsöpörtem itt mindent. Hú, de mérges volt a gazdi, hogy koszos leszek. De azt mondtam, hogy nem baj, ezt ilyenkor meg kell csinálni, a Merlintől tanultam ezt a rosszat. Képzeljétek el, hogy itt múltkor olyan nagy szélvihar volt, hogy itt kidőlt néhány fa, úgyhogy arra figyelni kell, hogy ha szeles az idő, akkor itt ne sétáljatok. Ez csak akkor jó sétálós hely, hogyha szélcsendes idő van, meg amikor ilyen jó kis meleg sétálós idő, mert ezt mi nagyon szeretjük. Merlin, ne az időjárásról beszélgess, az nem érdekel senkit szerintem, hanem inkább mutassuk meg, hogy mik vannak itt. Például itt a szélén a legizgalmasabb dolgokat, például ezt a kis növénykit. Itt a gazdi kitalált valamit, ó, el akar engem kapni, ezt nem hiszem el. Már megint valami fotózkodás fog következni, a Merlin nem volt valami tisztességes, mert lepisített. Pont amikor videózták, hát komolyan. Aztán nézzétek meg, itt be akartak minket állítani, és a Merlin lelépett. Hát ez egy kicsit pofátlan volt. Na és közben kívülről képzeljétek el, hogy így szokott kinézni egy-egy síta, hogy megyünk jobbra-balra, és van, amikor az egyikünk az egyik irányba megy, a másikunk pedig a másik irányba, mert ilyenkor általában össze szoktunk veszni, mert beszólunk egymásnak, szoktunk ilyeneket is csinálni, és amikor nem látja a kamera, akkor valamikor képzeljétek-e, elmeséljem nektek, mit szoktunk csinálni. Verekedni szoktunk, de majd azt mondta a gazdi, hogy egyszer meg fogja mutatni, és akkor látják a nézők, hogy milyenek is szoktunk lenni valójában.
Hát itt egész szépen sétáltunk, aztán a barátom meggondolta magát, és még egyszer visszament oda, mert ott talált valami érdekeset. Aztán itt a gazdi végre levette rólam a pórász, mert én tudok pórázzékű sétálni, a barátom pedig nem tud úgy, úgyhogy én Elmondanám megyek. nektek, hogy ez így nem igazságos, hogy a Merlin póráz nélkül sétál rajtam, meg itt a póráz. Igaz, hogy nekem ilyen hosszú pórázom van, de én is szívesen sétálnék póráz nélkül, csak én egy kicsit, hát néha eszembe jutnak dolgok, és akkor nem szoktam visszajönni, és úgy döntöttek a gazdiék, hogy rólam nem fogják levenni a pórázt, és neki feszülök dolgoknak, és hogyha nem lenne rajtam a póráz, akkor nem érdekelne, hogy mit mondanak. Hát meg képzétek el, hogy a Merlin az egyszerre vissza szokott menni, én pedig lehet, hogy elszaladnék és néznék körbe-körbe. Igen, Benni, most meg fogom neked mutatni ezt a titokzatos kis táskát, amit egészen idáig cipeltem. Ezt nézd meg, a gazdi segítségével kinyitjuk, addig egy helybe kellek állni, és ki fogja szedni belőle a jutalomfalatokat, amiket utána meg fogunk tudni enni, és hogy lásd, hogy nem vagyok irigy, neked is hoztam egyet. Aztán, ameddig itt a gazdi kitalálja, hogy milyen trükköt fog kérni tőlünk, addig ezt a kidőlt fát megszagolgatjuk. Itt vannak ezek a kis jutik, tudjátok, ez az orlandós kolbász, csak a gazdi azért szedte széjjel, hogy több legyen belőle, pedig mi jól tudjuk, hogy ez egy orlandós kolbász. De durva, ezt nézd, Merlin, felkapcsolódtak a lámpák, pedig még világos van odakint. Ezt tudod, hogy mit jelent? Hogy ismét meg kell jelölgetnünk az összeset, azt jelenti. Igazad van, Benni. Tényleg fölkapcsolódtak ezek a kis lámpák, úgyhogy jövök utána, nézzük meg még egyszer, és közben elmondom én is a nézőknek, hogy télen is nagyon szép ez a hely, mert szoktunk ide télen is jönni sétálni, például amikor esik a hó, akkor a gazdiik imádnak itt lenni. Azért, mert azt szokták mondani, hogy akkor nagyon jó képeket lehet itt készíteni, és hogy majd idén is el fogunk jönni, hogyha esetleg lesz hó, vagy össze is, amikor... Miért? Mit gondoltál, Merlin? Nekem mindig igazam van, vagy kételkedtél abban, amit mondok? Gyere, szagoljuk meg ezt az oldalt. Én inkább a másik oldalt akarom megszagolni, akkor te nézd azt, én meg nézem ezt, és visszafele majd felváltva megnézzük a másik oldalát, és hogyha kihagytál egy valami érdekeset, akkor lehet, hogy össze fogunk veszni. Hú, hát én már kezdek egy kicsit elfáradni itt a szimatolásba, azért, mert én mindig sietek és húzatom magamat egy kicsit a pórázon. Nézzétek meg, telementem ilyen falevelekkel, és a gazdi nem akarja leszedni róla. Az a helyzet, skacok, hogy egy kicsit húj a szél, úgyhogy lehet, hogy behallatszódik itt a videóba, de remélem, hogy nem zavart titeket annyira. Hát igen, egy nagyon-nagyon kicsit húj a szél, de pont annyira, hogy egy kicsit megbotlottam, hogy még biztonságosan tudunk itt sétálni, és kellemes az időjárás így. Nem arról volt szó, hogy nem beszélgettünk az időjárásról? Opsza, Gassi hívott, úgyhogy gyorsan szaladok is vissza, nehogy lemaradjak valami érdekes dologról. Jaj, Merlin, én már nagyon elfáradtam, most már igazán mehetnénk vissza, már egy órája sétálunk, és én már teljesen kikészültem. Hát, még nem végeztünk a sétával, még van egy csomó minden, amit ma akarok mutatni, meg ma akarok nézni, meg hát a nézőknek is meg kell mutatni ezt az egész sétál útvonalát, úgyhogy bírjad. Merlin, én már elindulok visszafelé, én már nagyon elfáradtam, remélem, hogy te is jössz. Hát látom, föl kellett rakni a pórázt, mert te még sétáltál volna, de hogyha egyedül sétálsz, akkor sétálhatsz többet, de hogyha én is jövök, akkor nem tudunk olyan rengeteget sétálni, mert nekem sokkal kisebb lábam van, és tudom, már kicsit el vagyok hízva, és ezért nem bírom annyira a sétát, nem úgy, mint te a tacskóizmoddal. Hú, nagyon szomjas vagyok, hadd igyak én először, Merlin, te utána is ráérsz inni szerintem. Jó van, Benni, te nekem is vagyjál azért egy kicsit, már itt kifrocsgöltet össze-vissza, már a lábamon is víz van, na végre én is tudok inni. Hú, hát azért én is elfáradtam egy kicsit, de jó volt egyet sétálni, nem mit gondolsz róla, Benni? Én élveztem. Én nagyon szeretek ide erdőbe jönni és sétálgatni, főleg vele. Én is nagyon élveztem, de most már ideje lesz hazamenni és ledőlni egyet, megenni valamit. Aztán itt már meg is érkeztünk haza, Benni barátom hazament, és most én is haza fogok menni. Itt várom, hogy a gazdi kinyissa az ajtót, leszedje rólam a hámot, aztán szerintem én is most pihenek egyet. Nem mondtam a Benninek, hogy elfáradtam, de azért én is elfáradtam, de ezt nem mondjátok el neki, mert akkor azt fogja hinni, hogy én se bírom túl jól a sétákat, mert megmondtam neki, hogy én dupla annyit meg tudnék tenni, mint ő, de hát ja, azért most már kicsit nekem is jól esik itt a szőnyegen feküdni, úgyhogy igazából lassan a videó végéhez is fogunk majd érni, most már szerintem csak itt pihengetni fogok, meg majd vacsorázok valamit. Ha tetszett nektek ez a videó, hogy mit gondolnak a kutyák séta közben, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és akkor találkozunk majd hamarosan egy következő videóban. Ne felejtsétek el bekapcsolni a kis csengőt is, és akkor ti fogtok értesülni elsőnek a legújabb tartalmakról. Csőt!